Lévi az egér bemutatja. A1. Vásározás kihívás. Ez a kihívás része az általános iskolásoknak szóló Youth Start Entrepreneurial Challenge programnak. Szeretnéd kipróbálni, hogy milyen eladni valamit? Esetleg egy saját pultnál a piacon? Lévi most megmutatja neked, hogyan tudsz az osztályodban piaci napot rendezni. Gondolj ki az osztálytársaiddal valamit, amit szívesen eladnál egy piaci napon. Csinálhattok egy árut és eladhatjátok azt, vagy árulhattok esetleg szolgáltatást is. Ez azt jelenti, hogy valaki fizet neked, hogy megcsinálj egy bizonyos fajta munkát. Tegyük fel, hogy szeretnél valamit előállítani, és mondjuk úgy döntesz, hogy papírvirágokat készítesz. Ehhez számos dolgot figyelembe kell venned. Lévi készített egy munkatervet, amiben minden fontos lépés szerepel. Gondolkodj! Miért akarsz piaci napot tartani? Hogyan fogsz ebből profitálni? Mi a célja a projektnek? Szeretnél sok pénzt keresni, hogy együtt csinálhassatok valami jót az osztálytársaiddal? Vagy mondjuk szeretnél támogatni valakit a megszerzett pénzből? Ki venné meg a papírvirágokat? A szüleid? A rokonok? Vagy emberek, akiket nem ismersz? Vajon hajlandóak lennének pénzt költeni a termékedre? Hogyan képzeled el a terveid megvalósítását? Hol tartanád a piaci napot? Az iskoládban? Vagy inkább nyilvános helyen? Gondolkodj el, vajon ki tudná felelősen vállalni az egyes részfeladatokat? Gondolj a személyes erősségeidre és oszd el a feladatokat olyan módon, hogy minden résztvevő képes legyen olyan feladatot csinálni, amiben jó. Kérdés, hogy mennyit kereshetsz egy ilyen napon, vagyis mennyi lesz a bevételed? Mire kell majd pénzt költened, hogy a piaci nap megvalósulhasson? Ha például papírvirágokat készítenél, akkor szükséged lesz papírra, ragasztóra, krétára és vízfestékre. Vajon mennyit fizetnek majd a vásárlók a papírvirágokért? Mennyit kell majd levonnod abból a pénzből, amit kerestél, hogy megkapd az igazi bevételed? Fontos, csinálj mindent tisztelettel. Gondolkozz el, hogyan lehet leginkább tisztelni az embereket és a környezetet, amikor megcsinálod a papírvirágokat. Lehet, hogy hulladékpapírt használhatsz a virágok elkészítésére. Így persze újra hasznosítanád a papírhulladékot, ez pedig jó a környezetnek. Ne felejts el pontos ütemtervet készíteni. Ki, mikor, mit fog csinálni? Írd fel az ütemtervet egy nagy plakátra, és tedd ki az osztályteremben. Minden gyereknek kell, hogy legyen feladata, és mindenkinek tudnia kell, hogy pontosan mit kell csinálnia, és mennyi idő áll rendelkezésére. Amikor eljön a nagy nap, eladhatod a papírvirágokat. Kérlek, ne felejtsd, hogy legyél barátságos az ügyfelekkel, és próbáld a helyükbe képzelni magad. Vajon mit szerethetnek majd a virágodban? Esetleg azt, ahogyan készítettétek őket? Vagy azt, amiből készült? Mesélj nekik többet a termékről, talán így még többet szeretnének majd vásárolni belőle. Miután a piaci nap véget ért, szállj egy kis időt a nap értékelésére. Mit tanultál? Van valami, amit másképp csinálnál legközelebb? Ilyen sok és alapos előkészülettel biztosan sikeres lesz majd a piaci napod.